Anyukám szokta mondani, amikor megszülettem onnantól kezdve, hogy mindig is onnantól, hogy beszéltem, hogy mozogni tudtam, mindig is megfogalmaztam, hogy táncos szeretnék lenni. Úgyhogy maga a tánccal való kapcsolatom az tényleg már a kezdetektől kiskorom óta. Felvételt nyertem a Pécsi Művészeti Iskolába, és ott folytattam a tanulmányaimat a tánc területén. Utána rögtön a Pécsi Baletthez kerültem, és végül is ott futottam be egészen szólistáig, próbavezetőig, asszisztens, minden, ami lehetett, azt végig dolgoztam. Hát nekem az életemet, tehát gondolom mindenkinek más, de szerintem a tánc az összefort az egész emberiséggel, tehát tánc nélkül nincs élet. Azt hiszük, hogy nem táncolunk, de az egész életünket átszövi a tánc. Hát Csaba bácsi, azt tudni kell, hogy ő a férjem. Nagyon régóta még a Pécsi Művészetiből ismerjük egymást, és a Pécsi Baletthoz kerültünk, ő kicsit később, akkor lényegében onnantól tart a kapcsolatunk, lassan most már 25-30 éve, úgyhogy, és mindig is egymás mellett dolgoztunk. Együtt építettük magát az iskolát is kolléganőmmel és Táborfirónai Nórával, úgyhogy ez az egész munka, mondhatjuk, hogy egy ilyen közös hármas alkotás. Ez alatt a lassan most már 25. évfordulónk lesz ebbe az intézménybe, és tényleg külön öröm, hogy azért ezt valamilyen szinten te is szülőként, fotóművészként azért nyomon tudtad követni. Nagy rengeteg eredményünk van, próbáltuk, én azért minden évben vezetem ezt, 2009 óta járunk országos versenyekre, több mint 300 első helyezettünk van, Európa bajnokok a növendékeink, most az idei tanévtől a Magyar Táncművészeti Egyetemnek a kihelyezett tehetségpontja lettünk, tehetségcentruma, ahol magukat, a gyerekeket készítjük föl az egyetemi előkészítőre, idén felvételt is nyert egy növendékünk ebből a csoportból, úgyhogy nagyon sokrétű, széles a maga az alapfokú művészetoktatás mellett a munkánk. Összesen 18 év folyamunk van, egészen óvodáskortól oktatjuk a gyerekeket, és úgy kerülnek be magába az alapfokú művészetoktatási képzésbe, ami 12 év folyamot ölel fel, mind a 12 év folyamon vannak növendékeink. Általában az intézményből azért kerülnek ki, mert vagy elmennek egyetemre a lányok, vagy már kiöregednek, de van sok olyan növendékünk, aki visszajár akár szakkörformájában, már felnőttként dolgozik, nőként, mi alapvetően pedig egy modern tagozat vagyunk. Mindez mellett azért úgy gondolom, hogy Szekszárdváros életében is nagyon aktívan részt veszünk, tehát minden rendezvényen, jótékonysági bálon, ott vannak a növendékeink, szerepelnek egyetemi rendezvényeken, hiszen az egyetemhez tartozunk, a Pécsi Tudományegyetemhez. A Táncpedagógusok Országos Szövetségének az elnökségi tagja vagyok, ahol úgy szintén most már országos elődöntőket rendezünk több éve. Szekszárdon egy ideig, most egy ideje már Pakson, reméljük jövőre vissza tudjuk hozni ide Szekszárdra. Nagy táncválasztót csinálunk minden évben, ami az országban 10 helyszínen működik egyszerre, szintén karöltve a Táncpedagógusok Országos Szövetségével. Próbáljuk kötni az amatőr és a profi tánc életet, ezt elsősorban régi kollégák segítségével, ebben nagyon közreműködik a Szegedi Kortárs Balett, bár nagy a távolság, de mégis Czár Gergőtől kezdve régi kollégák, Stanka és Pala Korina, tehát rengeteg olyan visszatérő vendégművészünk van, akik plusz tudnak adni a gyerekeknek. Mindennek lehet az alapja, tehát ez a gimnasztikai alap, amit itt kapnak a gyerekek, ad egyfajta tartást, ad egyfajta kultúrát, ad egyfajta életszemléletet, ami különben nagyon érdekes, hogy a nagy lányoknál állandóan szembesülünk ezzel, hogy igenis nagyon sok minden megfogalmazódik bennük, ami esetleg a saját kortársaikba még az eszükbe se jut, de ezeknek a lányoknak mindenképp, és csak ismételni tudom magam, hogy abszolút az életük részévé válik maga a tánc. Maga a tánc az szerintem itt Szekszárdon nagyon központi helyet foglal el, akár a Bartina által, akár általunk. Azért mi inkább természetesen az egyetemes tánctörténetet képviseljük. Nagyon jó lenne, hogyha
ez így közösen fogalmazódna meg bennünk, hogy tényleg a tánc a Szekszárdon azért nagyon magas színvonalon működik, akármelyik formáját is nézzük. Amikor a suliba végeztünk, mondjuk 3 fiú és több száz lány, az azért nem rossz arány, tehát ott nem viccet félretéve, tehát a fiúkból egyébként is kevés van a szakmában. Tehát azt szokták mondani, hogy hát ha már 2 lábad van, és fiúnak születtél, akkor alkalmas vagy rá. Ez persze nem így van, mert ez is sok meló van benne, meg mindenféle egyéb, de az biztos, hogy ez hosszú távon, tehát igazándiból sok hölgy, balerina között felnőni, akik tanítanak, akikkel együtt dolgozol, teljesen más, és hogyha már együttesben van az ember, akkor ott egy picivel könnyebb, mert ott nagyjából kiegyenlítődik a helyzet, mert ugyanannyi fiú van, mint amennyi lány. Mit tud adni a tánc? Mindegy, hogy most milyen fajta táncról beszélgetünk, mindenféleképpen egy olyan fizikális terhelést, mint bármely más élsport. Most lehet, hogy az Eszter mondta, lehet, hogy nem, de azért elmondom akkor, hogy annak idején még a Tócsanyi volt a Pécsi Balett igazgatója, és volt egy ilyen fizikális, mindenféle egyéb felmérés, megnézték a mecseki szénymányászokat, meg megnézték a Pécsi Balettot, hogy fizikálisan milyen mennyiségű, minőségű munkát végeznek, és akár hiszed, akár nem, egy táncosnak a fizikális terheltsége az magasabb volt, mint egy mecseki szénbányászél. Valamit meg kell, valamilyen technikai trükköt meg kell csinálnod, akkor az azért úgy, mint fizikálisan, technikailag, hogy kivitelezhető legyen, arra fel kell készülni. Tehát ezek mind kihívások. Tehát engem is ezt tartotta a pályán, nem az, hogy most sok lány van körülötted, vagy éppen néptáncozol, vagy éppen emlés órán vagy bármi egyéb, hanem vannak olyan technikai kihívások, amiket az ember, azt szoktam hasonlítani egyébként talán a breaktáncosoknak a története, hogy az, hogy valaki fejen forogjon, az nem úgy megy, hogy fejen állok és akkor forogok, hanem szerencsétlen lehet, hogy már 3 éve próbálja, és már 2-szer kitört a nyakát, meg már nincs haja, mert kopasz, meg stb., de meg tudja csinálni, és ehhez később rakódik már hozzá a hívjuk úgy, hogy előadó művészet, amikor már tisztában vagy a technikai kivitelezéssel, és akkor kapsz egy olyan koreográfust, aki megpróbálja megtölteni művészettel, mert addig, amíg csak a technikát meg tud csinálni, addig eresgésztél, most ez nagyon idézőjelben, de onnantól kezdve, hogy már fel tudod tölteni valamilyen érzelmi vagy emocionális dolggal, onnantól kezdve beszélgetünk arról, hogy akkor már beleléptél abba, hogy egy kicsit a művészetet kapirgálod. Kezdem Szegedről, a Juronis Tamással is volt szerencsém dolgozni. Ők egy olyan stílust visznek, ami számomra, vagy az a stílus irányzat, amit előtte képviseltünk, attól messze volt, de baromi élvezetes volt velük dolgozni. Tehát nekem Magyarországon ő volt az egyik. Az iskola elsődleges célja, azt gondolom, de ezt majd a lányok kijavítanak, hogyha én nem jól gondolom, de nem az, hogy táncosokat neveljünk. Tehát már az elején, amikor elkezdtük, akkor, tehát nekem az volt a felfogásom erről, hogyha fel tudunk nevelni úgy egy generációt, ami azóta már sok-sok generáció lett, ugye? De ha fel tudunk úgy nevelni egy generációt, hogy majd egyszer elmennek és megnéznek egy táncos előadást a szülőkkel együtt, már megérte. Most lassan már ott tartunk, hogy az első generációnk, aki kifutott, az már az ovis gyerkőcét hozza a táncórára, és tulajdonképpen itt egybeért a kör, és azt gondolom, hogy ezért már megért az egészet.